Amikor gyümölcsfa meccésről beszélünk, a legtöbb embernek szerintem a kajszi, az őszi barack, esetleg az alma fajút eszébe, pedig van egy másik gyümölcsfa, ami a legtöbb magyar kertben szerencsére megtalálható, és ez a szilvafa, és a szilvafát is kell metszeni, mindjárt meg is tudjuk, hogy hogyan. És aki ebben segít, az természetesen most sem más, mint a meccés nagymestere Kocka Ernő, aki hát mivel, hogy jó néhány szilvafával rendelkezik maga is, tudja, hogy hogyan kell metszeni a szilvafát. Ernő, légy szíves, áruld el, te hogy metszed a szilvafáidat, és mennyi van? Ahol most vagyunk, itt 400 darab szilvafánk van. Ez egy 5 éves, intenzív koronaformájú, topen plusz fajtájú szilva, központi tengellyel, azon termőgaljazattal. Az első termőgaljazat a talajtól számítva 60 cm-re van, ez a lekötözéssel alakítottuk ki. Ezen alakultak ki a termőveszők, és a termőveszőkön pedig itt lehet látni a termőnyársakat. Bocsánat, az azért fontos ez a lekötözés, mert a vízszinteságok teremnek rendes? Igen, két dolog miatt fontos. Az egyik, hogy a közel vízszintes veszők, amikor lekötözzük, akkor még veszők, azok nagyon hamar berakodnak termőrészekkel, és ugye azon könnyebb kialakítani későbbiekben a termőgajazatot. Ugye egyébként meg minden erőteljes növekedésű vesző fölfelé törekszik, és az kevésbé rakodik be termőrészekkel. Tehát kialakítottuk az első ágemeletet, mondhatjuk azt, hogy ágemeletet, de ez biztos, hogy fix. Utána vagy ágemeletenként, vagy spirálisan, mint egy orsó korona formánál elhelyezzük a többi termőgaljat. Amire nagyon ügyelni kell, hogy ezek a termőgaljak, ezek nem erősödhetnek rá a törzsre. Magyarul majd mutatom is, hogy amelyik túl vastag, azt majd le kell váltanunk, és majd helyette másikat kell nevelnünk, és valahol majd ott 4 méter magasságban, 3,5-4 méter magasságban meg is kell állítani a fát. Azt mutasd meg, hogy mi az ideális veszőméret. Az ideális a 2 éves, itt vannak ezek a 2 éves veszők, amik most már gajnak nevezhetők, és ugye nézd meg, a 2 éves gajon végig van termő nyárssal, és ezeken a nyársakon lesz gyönyörű, szép szilva. Tehát ha azt mondhatnám, hogy ez a 2-3 éves termőgaljazat a leginkább kívánatos. Tehát azt kell elérni, hogy ez a két éves gaj, ez kapja a legoptimálisabb fényellátást, meg nedvesség, meg tápanyag ellátást, tehát őt kell a legjobban kiszolgálni, és ezeket a vastagokat pedig el kell távolítani. Így van, tehát vagy leváltani, mert értelemszerűen ez is 4 évesen már rá fog erősödni majd a központi tengelyre, akkor már ugye jön a következő. Ezért nevezzük intenzív koronaformának, mert folyamatosan alakítjuk ki a fiatal termő részeket. Lekötözött termőgaljunk megvan, amin vannak a termőveszők, és itt van egy vastagabb, ami már ráerősödik a termőgaljazatunkra, a vázágunkra, ezt innen levágjuk. Ha van bőven, akkor nem csonkra vágjuk, ha kevés van, most ugye itt van, hál' Istennek még, akkor csonkra vágjuk, és onnan nevelünk még ki. Ezeket a termőgaljakat, ezeket megritkítjuk, hogy, és megpróbáljuk kialakítani azt a térszerkezetet, nevezhetjük halszárkaszerű formának, ahova bejön a fény, és majd természetesen a permetezőszer is. Függőlegeseket kiszedjük. Ha egymásról hajlik a kettő, akkor értelemszerűen vagy leváltjuk, vagy megpróbáljuk elirányítani egymásról. Hát itt ugye az fog történni, hogy ezt itt levetett, tehát ez az ág, ez fog erősödni, van, és akkor nem nő rá itt erre. Van helyünk, befelé a sor irányába van helyünk. Ugye itt lehet látni, hogy elég sok a termőgaljazat, tehát túltermésre is alkalmas lehet ez a fa, ezért ezeket megritkítjuk. Ugye majdnem kész van, annyi van, hogy itt sajnos a két fa találkozott, hát ezt korrigálhatjuk egy visszametszésre, a két fa visszametszésével. Nézzük a következőt, amit előbb mondtál, itt vannak ugye a vastagabb termőgaljak, amik még az idén teremhetnek. Én azt mondom, hogy ebből biztos, hogy kettőt le fogok váltani. A két jó irányút azt mindenféleképpen meghagyom, ugye ez nem olyan vastag, meg az sem. Úgyhogy a két legvastagabbat levesszük. Látjuk ezeket a vékony tavalyi hajtásokat, most már veszők, ezekkel nem foglalkozunk, ezek számunkra azért jók, hisz ezek hosszú távon adják majd a termést. Ha túl sok van belőle, akkor ritkítjuk. Szóval az alsó ágemeletnél végeztünk, megyünk szépen fölfelé, itt leváltottunk két erősebb vázágat, és
maradandó vázágakat megpróbáljuk kifelé irányítani, tehát vagy a sorirány, vagy a sor közirányhoz, az pedig az történik, hogy a végén a veszőt a külső veszőre hagyjuk meg, a befelé növőket levágdossuk, és mehetünk tovább. Ha van Y elágazás, azt értelemszerűen azt megszüntetjük, és amikor elérkeztünk a tetejébe, itt van egy kis érdekesség, soha nem a vastag ágakat hagyjuk meg, és a vastag vízvesztéseket, hanem minél vékonyabbakat, hisz nekünk az a célunk, hogy ne menjen el fölülre az energia. Ami a vezérrel esetleg konkurál, akkor ott leváltunk belőle egyet. A szedők se fognak sokkal följebb menni, tehát tudnunk kell, hogy körülbelül ez az a magasság, ahol a fát meg kell állítanunk. Ebben az esetben megnézzük, hogy melyik a központi tengely, ugye azt egyértelműen lehet látni, hogy amelyik függőleges, az azzal konkuráló erőseket eltávolítjuk, és ha lehet, inkább azokat a veszőket hagyjuk meg, amelyeknek a szögállása közelít a vízszinteshez. Az erőteljes függőlegeseket eltávolítjuk. És ez nem gond, hogy ezek itt vannak, ezek a picik is? De azok nem osztanak, nem szoroznak, inkább termést hoznak. Tehát ezek fognak majd a későbbiek során megerősödni, és akkor ez pedig, ami már túl erősödött, azt kell majd akkor meg újra levágni. Két lehetőség, vagy megerősödik ilyenre és berakodik természetesen, vagy szépen visszasorvad és okafogyottá válik. Ez pedig, ha jól gondolom, egy váza korona formájú, tehát nem a sudaras. Ugye ez miért jobb? Ez miért van ez pont váza formára nyírva, a másik pedig sudarasra? Azt tudjuk mondani, hogy a hagyományos katlan korona forma, vagy váza korona, inkább vázát szoktunk mondani, mert a katlan az egy nyitottabb korona forma, a szilva egy erősebb hajtásrendszerű fafaj. Tehát a váza korona forma alkalmas arra, hogy a fény bejusson ugye a korona belsejébe, és hogyha megnézzük az átlag kerteket, ahol a szilvafákat metszik, ezt szokták használni. A korábban beszélt központi tengelyes koronaformák sokkal inkább intenzívebb metszést és tápanyagellátást igényelnek. Ezek a vázakorona formákon nem olyan nagy probléma, ha egy kicsit elcsúszunk a metszéssel vagy a tápanyag utánpótlással, hisz a fa megpróbálja saját magát is renoválni. De mire kell figyelni itt? Az egyik az, hogy a vázakorona 3-4 vázágat jelenítünk meg. Ugye itt már talán 5 is van, mert 1, 2, 3, 4, 5. Hogyha ezt a vázágat nézzük, ugye ennek a szöge, ez majdnem függőleges. Igen. Úgyhogy biztos, hogy ezt a vázágat ezt ki kell fűrészelnünk, mert akkor lesz egy szép, tiszta belső koronaformánk. Aztán itt van még egy ilyen iker vastag két vázág elágazás tulajdonképpen. Ugye ebből is biztos, hogy a belsőt el kell távolítanunk, hogy megfelelő szögű legyen. Akkor mindjárt lehet látni, hogy hogyan alakul ki egy váza korona forma. Itt is az van egyébként, hogy a fa törekszik arra, hogy meg kialakítson a szilvafa is egy középső sudarat, egy középső vázág. Annyira nem erőteljesen, mint egy cseresznyénél, vagy egy almánál, de ő is befelé. Ugye lehet látni itt ezeket a nagy erős vízhajtásokat, hogy befelé törekednek és erőteljesen fölfelé az égbe. Na de most akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha kivágom ezt a úgynevezett rossz helyen lévő váza ágat, és mindjárt ránézünk a fára, hogy néz ki akkor. Ugye megnyitottuk, ugye ez nagyon a fa koronájában volt. Ha most ránézünk a fára, tulajdonképpen kész is, persze nincs kész, de a fűrészes munkáknak vége. Most már csak azzal kell foglalkoznunk, hogy a termőgajazatot jól elhelyezzük a vázágokon. Nézzünk meg egy ilyen erőteljes vázágat, aminek a végén nagy valószínűséggel erőteljes vízhajtások vannak. Ugye azt megpróbáljuk kifelé teríteni a koronát, tehát ilyenkor mindig kifelé menőt hagyunk ami meg. Ami befelé nő, ugye a középpontja felé, az nem jó. Nekünk az a jó, azokat az ágakat erősítjük, amik kifelé nyúlnak, lehetőleg mindig vízszintesebben. Afelé irányítjuk. Illetve most, ha itt erre nézel, látod, ahol tavaly vissza volt vág, ugye erőteljes 4-5 hajtás volt, most már vesző, akkor megnézzük, hogy melyik a legjobb állású számunkra, és azt hagyjuk meg, a többit ledobjuk. Még inkább lehet látni, ugye, hogy a csúcsdominancia mit mutat,
azt mutatja, hogy a tetejében vannak ezek az erőteljes hajtások. Veszők most már ugye, akkor hajtások vannak, a megfelelő szögállású, ez a kifelé állású, a vele konkurenseket levágjuk. Bejövök ide a korona belsejébe, semmi más nincs, hanem követni kell a vázágaknak a vonalát. Itt is ugyanaz történik, hogy ami befelé van, azt levágjuk, amelyik pedig kifelé és jó állású, azt meghagyjuk. Vázág, gallérágoknál már lehet befelé növő, kiszedjük. Ugye itt is látunk egy befelé növőt, lehet látni. És eljutottunk arra a pontra, hogy kialakítottuk egy stabil vázakorona formát. A vázakoronának van ugye 1, 2, 3, 4 vázága. A vázágokon vannak a termőgaljazatok, ugye szépen spirálisan, illetve emeletesen, és itt vannak ezek a kis termőveszők, úgyhogy ez a fácska már nem vár más, mint csak a jó időt, virágozzék ki, jöjjenek a méhecskék, termékenyüljön meg, és aztán bízunk benne, hogy kora ősszel itt szüret lesz. Köszönjük szépen, sokat tanultunk most is!